Köszöntjük valamennyiüket, ez a Pannon Krónika, a Dél-Dunántúli Régió magazin műsora. A következő órában ezúttal is Somogy, Tolna és Baranya megye legfontosabb, legérdekesebb eseményeit idézzük fel. Nézzük az ajánlót. Kivitelezések, támogatások, túlórák, ülésezett a pécsi közgyűlés. 1 millió vendég, rengeteg program várta tavaly a siófoki turistákat. Idősek elhelyezése, hosszú a várólista a nyugdíjas otthonokban. Hamisak a hírek, nem zár be a Művészetek háza Szekszárdon. Többe kerül 7 top forrásból fedezett kivitelezés, mint amit előzetesen elnyertek rájuk, ezért többletpénzt kell ezekre a beruházásokra szerezni. Ez is szerepelt a csütörtöki pécsi közgyűlés témái között. Ennek kapcsán volt olyan képviselő, aki a közbeszerzési törvény változtatását emlegette, mások a túlóra törvény bevezetése ellen tiltakoztak a városi cégeknél. Kertvárosi rendelő kialakítása, a Hegedűs János utca fejlesztése, zöldfelületi fejlesztések Uránvárosban a 6-os út mellett, 3 óvoda felújítás, az uránvárosi piac fejlesztése. Ezek azok a pályázatból épülő beruházások, amikre többlettámogatást kért a város, közel 298 millió forint értékben. Ez az előterjesztés is szerepelt a csütörtöki közgyűlés előtt. Az ÖPE politikusa szerint törvénymódosítást kell kezdeményezni. A város forduljon a parlamenthez a közbeszerzési törvény módosítása érdekében, hogy precízebb kiírásokat lehessen végezni, tehát specializált kiírásokat, megfelelő referenciákat, és valahogy oldják fel annak a, hát hogy mondjam, kényszerét, hogy mindig ugyanazok a nagy cégek nyerik meg a munkákat, és ezért aztán gyakorlatilag nyilván fölverik az árakat. 2 kivitelezés is 30%-kal került többe, mint az eredeti kiírásban. Ezért kell változtatni Kővári szerint. A Jobbik képviselője az ellenzéki oldalon nagy indulatokat kiváltott túlóra törvény miatt nyújtott be önálló indítványt. A pécsi önkormányzati cégek nem alkalmazzák a 400 órás túlórát, illetve a 3 éves munkaidőkeretet sem, és a közülés, mert a cégeknek a tulajdonosa arra utasítja a cégvezetőket, hogy a munkatörvények könyvének a korábbi feltételeivel alkalmazza a munkavállalókat. Képzeljük ezt, hogy a 400 túlóra milyen terhet róla, nem csak a munkavállalóra, a családokra. Kevesebb időt tölthetnek a szülők a gyerekükkel, mondja Gyimesi. A Jobbikos felvetést megelőzve éppen csütörtök reggel írt levelet a városi cégek vezetőinek a túlóra törvény alkalmazásának ügyében a polgármester. Különös figyelemmel legyenek minden cég vezetésénél, hogy azok a dolgozók legyenek csak ebben a túlóra ügyben érintve, vagy azok kapjanak túlóra lehetőséget, akikkel kifejezetten egyetértésben történik mindez. Tehát olyan dolgozó számára, aki ezt nem akar elfogadni, nem lehet alkalmazni a túlóra plusz munkát. Bár a törvény egyértelmű, de az ügy érzékenyen érint mindenkit, ezért erre a figyelmeztetésre szükség van, mondja Páva Zsolt. Az építőipari árak változását nem sejthették évekre előre, mondja a kivitelezések drágulására a városvezető. Ezt meg kell oldanunk. Egy részére van egyébként gyógyír, van egy ügynet rámelési lehetőség az önkormányzat részéről. Erről szavaztunk sok tétel, 6 vagy 7 tétel esetében korábbi felújítások kapcsán. Ezek általában az összeg bekerülésének ugye 15-20%-át jelentő költségek, tehát jelentős számokról van szó. Ez az a közel 298 millió forint, amit pótolni kell. Ezt az összeget a kormányzattól kérvényezte a pécsi önkormányzat, amit 10,5 millió forint kivételével megkap. Rövidesen elkészül az új paksi blokkok felvonulási területének áramellátását biztosító transzformátorállomás. Erről is beszélt a minap a Telepaks televízió stúdiójában Lenkei István, a Paks 2 ZRT vezérigazgatója, és Mitler István kommunikációs igazgató. A szakemberek arról is beszámoltak, hogy biztosította a terület az orosz fél részére az első felvonulási épületek számára. Ezek építését a közeljövőben kezdi a Rosatom. A létesítési engedélyhez szükséges közel 300 ezer oldal terjedelmű dokumentáció összeállítása pedig jelenleg is zajlik. A Paks 2 ZRT vezérigazgatója beszámolt arról is, hogy a társaság 6 egyetemmel együttműködve 2,5 éves felsőfokú képzést indít. Ezekkel az egyetemekkel egy újabb megállapodás, vagy egy megállapodás aláírása az rövid időn belül megtörténik mindegyik helyszínen. Elindítunk egy Paks 2 akadémia elnevezésű tulajdonképpen továbbképzési vagy képzési
rendszert, aminek keretében aki érdeklődik ez iránt, a szakma iránt, az olyan előadásokat, olyan kurzusokat tud hallgatni, ami az atomenergetikába bevezeti, és onnan persze a kimondott, kimondatlan, de inkább kimondott cél az az, hogy ezen keresztül is azokat a szakembereket, embereket, akik szeretnének majd nálunk dolgozni, vagy ebben a munkában részt venni, magunkhoz csábítsuk, és aki megfelel a mi követelményeinknek, azokat örömmel fogjuk alkalmazni. Gyakorlatilag ez az alapképzést követően lesz lehetőség az egy főiskolásoknak erre jelentkezni, ez egy egyéves képzés, és gyakorlatilag egy alapismeretet ad az atomerőművekkel, a biztonsággal, a nukleáris biztonsággal kapcsolatosan. Paks 2 6 egyetemmel működik majd együtt, ezek a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, a Miskolci Egyetem, a Pannon Egyetem és a Dunaújvárosi Egyetem. Mitler István kommunikációs igazgató beszámolt arról is, hogy folytatja országjáró körútját a társaság interaktív mozgó kiállítása is, amely 2018-ban mintegy 60 ezer látogatót fogadott. Márciustól fog ismét elindulni, március végétől, jól emlékszem, akkor Komárom, Esztergom, Fehér megyékben fog kezdeni. Fesztiválok következnek, majd pedig a Budapest kerületei közül van még néhány, ahova tavaly évben nem jutottunk el, valamint Pest megye, tehát nagyobb településeire fogunk ellátogatni. A társaság kommunikációja nagy figyelmet fordít a környező térség tájékoztatására. Az utolsó éveknek a felmérése egyértelműen mutatják, hogy a magyar lakosságnak a nagy része az támogatja a két új atomerőblokknak az építését, de nem szabad hátradőlnünk, hanem a kommunikációt továbbra is folytatni kell, de a legfontosabb, hogy ütemesen haladjunk előre a projekttel, és ami még szintén nagyon fontos nekünk, hogy a paksi atomerőmű 4 blokkja is ugyanúgy, mint eddig biztonságosan működjön. Ugye nagyon sok esetben az atomerőművel közösen is végzünk különböző kommunikációs tevékenységeket. Erre jó példa, hogy mi természetesen a járműben beszélünk az 1-4 blokkról, és az is nagyon fontos, hogy az atomerőmű viszont a látogatóközpontjának az utolsó etapjában pedig megengedte, hogy tájékoztatást adjunk az új atomerőblokkokról. Sikeres jubileumi évet tudhat maga mögött Siófok, mind a programok, mind a vendégészakát számát tekintve. Több mint 1 millióan töltöttek hosszabb, rövidebb időt a városban és rendezvényein. Az idén sem lesz a programokban hiány, a már ismertek mellett új rendezvény is színesíti majd a palettát 2019-ben. Színes programokkal ünnepelte várossá válásának 50. évfordulóját Siófok. A rendezvények kora tavasztól egészen az év végéig tartottak, minden hétre jutott valamilyen esemény. A szervezők fontosnak tartották, hogy ne csak a nyári főszezonra csábítsák a balatonparti városba az érdeklődőket. Jó volt azt látni, hogy az ősz, illetve a tavaszi időszakban is meg lehet tölteni a várost, akár a halfesztivál, nyuladalom, libadalomra gondolva, de hogyha visszagondolok például a december 31-i koncertre, és 4-5 ezer ember volt kint Siófokváros főtérén, és akkor nem lehet mondani, hogy a meleg miatt jöttek ki, akkor igenis érdemes ezzel foglalkozni. A programok sikere megmutatkozott a szálláshelyek kihasználtságában is. Több mint 1 millióan látogattak tavaly Siófokra, és bár még mindig a hazai turisták aránya volt a legmagasabb, szép számmal érkeztek pihenni vágyók a szomszédos országokból is. Magánszállásadóink, illetve a 4-csillagos, 3-csillagos hotelek szerint a német, osztrák, lengyel, cseh, szlovák turisták voltak a túlnyomó többségben, és a hónapokat tekintve a május volt nagyon erős, illetve a szeptember-október, tehát ezek a tavaszi, őszi időszakokat, ezeket sikerült megerősítenünk. A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiához igazodva a város tovább szeretné erősíteni a családbarát képet is. Ennek érdekében az idén is olyan kulturális, gasztrokulturális programokkal várják az érdeklődőket, amelyek nem csak az éjszakai élet kedvelőinek, hanem a kisgyerekekkel érkezőknek is vonzóvá teszi Siófokot. A már megszokott és kedvelt programok mellett éppen ezért új rendezvénnyel is várják idén ősszel a városba látogatókat. Ezzel egy kicsit módosítottunk is, mert a Bor és Fröccsfest az időben előrébb jön, tehát a Bor és Kenyér ünnep az hagyományosan a kikötőben, augusztus 20-ot köthető, és utána már az iskola kezdés nehézségein túllendülve, talán a szeptember másik hetében még nagyon kedvező időjárással, de ott lesz egy sörcsülök fesztivál Siófokváros főterén.
A szervezők azt ígérik, nem csak a jubileumi évben, de az idén is mindenki jól fogja érezni magát Siófokon, bármely évszakban látogat is a tóparti városba. Közel 10 000 látogatóval zárult a Zsolnai örökségkezelő esemény sorozata, jelentették be a szerdai programzárón. A Kultúrával a családokért című 2 éves projekt, amelynek keretében csaknem 1500 ingyenes, a családokat támogató programot szerveztek, minden korosztály megszólítottak. Ez a program most véget ért, de a városvezetés célja, hogy a következő év, az idei évben is, és a következő évben is kiemelten támogassuk a Pécset gyermeket, vállaló és nevelő családokat, hiszen a pécsi családok jelentik Pécs jövőjét, ezért visszük tovább nem csak az óvoda és bölcsőde fejlesztési programot, de olyan előadásokat is fogunk szervezni, amelyek segítik a szülői létet, segítik a családokat megerősíteni, segítik a generációk közötti párbeszédet, a szülők, a nagyszülők és a gyermekek közötti párbeszédet, úgyhogy lesznek a következő időszakban is ilyen programok Pécset. Új funkcióval és új egységgel bővült a kaposvári sürgősségi betegellátó centrum. A változást egy jogszabály írta elő, melynek célja a betegellátás hatékonyságának növelése. A sürgősségi rendszert a Dunántúlon elsőként és az országban is az első között 15 éve indította el a Kaposi Móroktató Kórház. Azóta bebizonyosodott, hogy az egykapus beléptető rendszer könnyebbséget jelent a pacienseknek és az osztályos orvosoknak egyaránt. A sürgősségi betegellátó centrumhoz érkezik a mentő. A Somogy megyei Kaposi Móroktató Kórházban már 2004. novembere óta működik a sürgősségi ellátási forma, amelyet 2019-től már egy jogszabály is előír a sürgősségi betegellátás hatékonyságának növelése érdekében. A somogyi megyeszékhelyen az új szabályozásnak megfelelően csak finomítások történtek, hiszen a centrum már 15 éve működik. Most új funkcióval, új egységgel bővült a sürgősség. Két új momentum jelent meg, az egyik az, hogy kötelezővé tette a sürgősségi osztályos diszpécserek felvételét, ami elsődlegesen a betegeinkkel való kommunikációt és a várakozási idő áthidalását szolgálja. Ez nem szakmai feladat, hanem kommunikációs feladat, és a betegeket segítő, komfortérzetüket javító intézkedés. A másik jogszabályi előírás az akut alapellátó egység létrehozását jelentette. A triázs rendszerben a betegek korképének osztályozására egy 5-fokozatú skálát használnak, ezek alapján látják el a pacienseket. A legsürgősebb eseteket azonnal, a 4. és 5. besorolást kapottakat 1-2 órán belül. Az ő ellátásukat segíti az új akut egység. A kaposvári kórházban 15 éve a Dunántúlon elsőként országosan és az elsők között nyitotta meg kapuit a sürgősségi betegellátó centrum. Azóta bebizonyosodott, hogy az egykapus beléptetés könnyebbséget jelent a pacienseknek és a kórház valamennyi osztályán dolgozó orvosnak. A sürgősségi osztályon, illetve a szakrendelésekben megtörténnek azok az alapvizsgálatok. Tehát történik egy betegvizsgálat, történnek alaplaborvizsgálatok, történnek alapdiagnosztikus vizsgálatok, képalkotó vizsgálatok, amit ezt megelőzően az osztályokra fölvett beteget vissza kellett küldeni képalkotó vizsgálatra, egyéb vizsgálatokra. Tehát mindenképpen kényelmesebb a betegnek mindenképpen, de az ügyeletes orvosnak, illetve az ellátó osztályok orvosainak is. A sürgősségi centrum 1,5 évtizedes tapasztalata és adatai alapján kiderül azonban, hogy az ideérkező betegek legalább 1/3-ának nem sürgősségi, hanem házi orvosi ellátásra vagy járóbeteg szakrendelésre volna szüksége. Van, aki több hetes panasszal érkezik, de az sem ritka, hogy például gyomorrontással keresik fel a sürgősségi centrumot. A lakosság megtartó képesség szempontjából kiemelten fontos az európai szintű életminőség kialakítása a kisebb településeken élők számára is. Ezt célozza majd a Magyar Falu Program, mondta Ribányi József, a Torna megyei közgyűlés alelnöke Nagy Dorogon, a megújult egészségház átadóján. Az épület 36 millió forintból korszerűsödött, melyből több mint 8 millió forintot a település adott hozzá a beruházáshoz. Végre sikerült olyan pályázatokat a kormányunknak kitalálni, illetve segíteni az önkormányzatokat, hogy szinte célirányosan készültek a pályázatok. Megkérdezték előtte az önkormányzatokat, hogy mit szeretnének alakítani, mit szeretnének felújítani, mihez tudnának segítséget nyújtani ezzel a pályázattal, és egy közös megegyezés alapján születtek a döntések.
Ribányi József a Tolna megyei önkormányzat alelnöke arról szólt, a Magyar Falu Program folytatni fogja ezt az alulról fölfelé menő döntést és gondolkodást, mert így teremthetők meg azok a helyi beruházások, melyek élhetővé és ezzel lakosság megtartóvá tehetik a vidéki településeket. Mellette ugye elkezdődik még majd a 2027-es új uniós fejlesztési ciklus. Ennek a tervezését már a megye szintén megkezdte, úgyhogy én azt gondolom, hogy a magyar kis települések mindenképpen reflektorfényben vannak. Egyszer a magyar hazai források tekintetében a Magyar Falu Program irányából, a másik pedig a 2027 között elinduló uniós fejlesztési ciklus, ha tekintünk, szintén újabb lehetőségeket jelent majd a településeknek. A Nagydörögi Egészségház eddig is ezt a célt szolgálta a településen, a messze elmaradt a kor igényeitől. A 36 millió forintos projektköltségből az önkormányzat 6,8 millió forint saját forrásból finanszírozott, lévén az építési anyagok és a bérek emelkedése miatt kénytelenek voltak a zsebükbe nyúlni. Igazából nem az alapfunkcióknak volt teljesen kialakítva az épület, ez így működött most már talán lassan 20-25 éve ilyen állapotában, és többször már a hatósági ellenőrzésekkel is különböző határidők adtak, hogy mikor valósítjuk meg, csak hát mindig anyagi hiánya volt, hogy mikor tudjuk felújítani az épületet, mert ha nem tudjuk megoldani, akkor esetleg működési engedélyeket bevonnak. Az egészségház most alkalmassá vált, mozgásukban korlátozottakat is fogadni, kicserélődtek a nyílászárók és korszerűsödött a fűtésrendszer is. Kovács György azt mondta, a számok azt mutatják, megállt a demográfiai csökkenés a településen, így különösen fontos az itt élők megtartása szempontjából a korszerű egészségügyi ellátás biztosítása. Országosan több tízezer szépkorú vár arra, hogy bekerülhessen egy nyugdíjas otthonba. Az országos statisztika szerint mintegy 25 ezer időskorú vár a bejutásra. Szekszárdon is hosszú a várólista. Ez egy várakozónak az iratanyaga, és jelenleg ennyien várakoznak, ami durván olyan 120 kérre van. Évek óta fennáll a helyzet, hogy hosszú időre van szükség, míg valaki felvételt nyerhet az idősek otthonába. Szekszárdon is hosszú a várólista, jelenleg közel 120 igénylő van. Mindennapos eset, hogy mire valaki bejuthatna, már nincs az élők sorában. Természetesen leképezi Szekszárd is az országos adatokat, már ami a várakozókat illeti. Jelenleg is 110-120 körüli várakozónk van. Azért nem tudok pontos számot mondani, mert naponta vagy óránként változik, hiszen idős emberekről beszélünk, az átlag életkor a bentlakóknál is, a várakozóknál is 85 év, mind a férfiaknál, mind a nőknél. És ugye ebben a korban azért már az eltávozás, az elhalálozás az akár egy mindennapi esemény. Az országban megközelítően 25 ezer időskorú vár az elhelyezésre. Rottenbacher Ádám azt mondja, nem szociális helyzet függő, hogy ki akar bejutni a házakba. A szociális helyzet ma már kevésbé befolyásolja, inkább az egészségi állapot, az idősek egészségi állapota az, ami miatt kérik a felvételüket. Jelenleg is egy olyan idős asszonynak a felvétele van folyamatban, aki már 88 éves, tehát közel van a 90-hez, amputálták a lábát egy elhanyagolt cukorbetegség miatt. Két lánya van, viszont mind a két lánya olyan betegségben szenved, hogy nem képesek már az ellátására. Sok esetben a kórház ápolási osztályáról kell felvenni embereket. Amióta törvénybe került, hogy a gondozási szükséglet esetén, ami legalább napi 4 órás gondozást jelent, ez a tendencia, mert a családok nem tudják megoldani az idős emberek ellátását. De az is mindennapos, hogy olyan körülmények között élnek idősek, ahonnan saját érdekükben minél előbb ki kell emelni, mondja az idősek otthona vezetője. Elterjedt a hír, hogy bezár Szekszárd egyik kiemelkedő szerepet betöltő kulturális intézménye, a Művészetek Háza. Az intézményt működtető Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója Zsikó Zoltán cáfolja és rosszindulatú pletykának minősítette a hírt. Nem igaz az a rosszindulatú pletyka, hogy a Művészetek Házát bárki szeretné bezárni. Zsikó Zoltán a működtető Babits Kulturális Központ igazgatója is értetlenül állt a hír előtt. A háza héten vehette át a minősített közművelődési intézmény kitüntető címet, és ez éppen a sokoldalú szolgáltatásra utal, nem pedig a feladatok szűkülésére, mondta Zsikó Zoltán. Júniusig, tehát körülbelül az év feléig, mint egy fél száz
eseményt fogunk megvalósítani, és szeretnék is mindenkit biztatni arra, hogy akinek van jó elképzelése, és szeretné igénybe venni a Művészetek Házát, az ő tarthat rendezvényeket a Művészetek Házában. Mi a Kulturális Központtal számos kiállítást, irodalmi estet, konferenciát, kulturális estet, koncerteket fogunk rendezni továbbra is a Művészetek Házában. Nyitva van a Művészetek Háza kapuja, nagy tisztelettel várunk oda mindenkit, ha pedig bárkinek bármilyen kérdése van ilyen városi pletykákkal kapcsolatban, akkor elérhető vagyok én személy szerint is, az intézmény vezetője, másrésztről pedig a kollégáim, az információs kollégáim, vagy a kommunikációs kollégáim választ tudnak adni minden kérdésre. Az országban csupán 14 intézmény vehet át a Magyar Kultúra napján a minősített közművelődési intézmény elismerést, közöttük a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ. Ez alkalomból gratulált a központ dolgozóinak Átsezső polgármester egy fogadáson. A Magyar Kultúra napján díjazták a Babits Mihály Művelődési Központot. Országosan csupán 14 kulturális intézmény kapta meg a minősített közművelődési intézmény elismerést. A Babits Központ márványtermében Ács Rezső polgármester köszöntötte és gratulált a központ vezetőségének és dolgozóinak kiemelkedő munkájuk és az elismerés kapcsán. Az elmúlt években kifejezetten figyeltünk arra, hogy megmérettessünk mindenféle területen, ahol ez lehetséges. Én azt gondolom, hogy arra a munkára, ami itt a városban zajlik, büszkék lehetünk, de az, hogy mi mit mondunk róla, az egy dolog, hogy mit tartanak külsősök, hozzáértők, szakemberek, azt gondolom, az egy fontos visszacsatolás, visszajelzés, és nagyon büszke vagyok arra, hogy az elmúlt években nagyon sok olyan díjat nyert a város, amely visszaigazolt az eddigi munkát. Ilyen a Családbarát, az Idősbarát és a Jövő Önkormányzata díj. Rendezvények tekintetében a Gyémántváros Marketing elismerést 2017-ben a Szüreti Fesztivállal, 2018-ban a Hári János Mesefesztivállal érdemelte ki Szekszárd. Ezek mögött a programok mögött mind a Babits Mihály Kulturális Központ áll, mint szervező. A mostani minősített közművelődési intézmény címre 3 évig jogosult a központ. Tavaly januárban egy munkacsoportot hoztunk létre annak érdekében, hogy ezen a pályázaton sikeresek tudjunk lenni. Ugye 8 alpontra lehetett pályázni. A kiállítás, a rendezvény, a művelődő közösségek, a közösségi szolgáltatás, valamint a származtatott szolgáltatás. Ezen kívül a táborra, a képzésre és az ismeretterjesztésre lehetett pályázni. Mi ebből a 8-ból 5 alpontra pályáztunk, tehát a kiállítás, a rendezvény, a művelődő közösségek, a származtatott szolgáltatás és a közösségi szolgáltatásra, és ezekkel megkaptuk ezt a minősítést. A 126 oldalas pályázati anyag beadásán túl monitoringolták is a központot. A minisztérium 2 munkatársa személyesen vizsgálta a ház működését a legapróbb részletekig, tette hozzá Zsikó Zoltán. A minősített közművelődési intézmény cím elnyerése után jövőre a Kulturális Központ a minősített közművelődési díjra is pályázik majd, mely kitüntetés már örökérvényű és visszavonhatatlan. A várakozásokat is felülmúlta a marcali polgári bál sikere, hiszen a tavainál jóval több felajánlás érkezett. A legtöbben a Somogy megyei gyermekvédelmi központ Százszor Szép Gyermek otthonát szerették volna segíteni. Az intézmény a bár bevételéből 1 millió forintos támogatáshoz jutott, amelyből sószobát alakítanak ki. A pénteki átadón további 3 szervezet szintén a bálon befolyt összegből 100-100 ezer forinttal gazdagodott. Kitörő öröm és taps fogadta az 1 millió forint felajánlást a Százszor Szép Gyermek otthonban. A polgári bál bevételének jelentős részét ez az intézmény kapta. Az összegrénél pedig teljes ámulatba estünk, mert hogy nem gondoltunk ilyen nagy összegre. Legjobban mégis talán az eset, természetesen a pénznek is tudjuk a helyét, és fel fogjuk tudni használni, és nagyon nagy segítség, de ennél még egy picit jobban esett az, hogy ilyen sok ember gondolta úgy, hogy ebbe az intézménybe kerüljön. A 48 férőhelyes gyermekotthonban óvodás, általános és középiskolás gyerekek is élnek. Közel 30-an viszont a 0 és 3 éves korosztályba tartoznak. Vannak, akik nevelő családokra vagy örökbefogadókra várnak, de van, aki kiskorú édesanyjával él az intézményben. A polgári bár bevételéből a legkisebbek számára egy terápiás szobát alakítanának ki a gyermekotthonban. Ennek a korosztálynak tipikus megbetegedési formája a felső légúti megbetegedés, ezért azt gondoltuk, hogy egy ilyen sószobát alakítanánk ki a számukra, ahol
játék és a velük való foglalkozás, egyéni foglalkozás közben a friss levegő által ezek a felső légúti betegségek jól gyógyulnának. A marcali hagyományőrző ipartestület közreműködésével megvalósult polgári bálon 9 egyesület, illetve intézmény ajánlása közül dönthettek a résztvevők arról, hogy kit támogassanak, mondta Móring József Attila, a térség országgyűlési képviselője. Torony magasan a marcali csecsemő otthont választották, ami azt gondolom, hogy a marcaliak szemében ennek az intézménynek, ami nem is városi intézmény, az itt dolgozók, az itt folyó munka elismerése is, azt gondolom, hogy nagyon jó helyre került ez az 1 millió forint. Tavaly a bál bevételéből 650 000 forinttal tudták támogatni a marcali zeneiskolát. Idén a várakozásokat is felülmúlta a rendezvény sikere, amely mutatja, hogy jó cél érdekében szívesen tesznek felajánlásokat a cégek és a magánszemélyek. Először nehéz kimozdítani a komfortzónába az embereket, de a második, harmadik telefon után már igen, már fontosnak tartják, különösen akkor, mikor elmondjuk, hogy milyen magas a célra fordítjuk, és elmondtuk azt, hogy kik azok a támogatandó egyesületek, akiket szeretnénk támogatni. A Somogy megyei gyermekvédelmi központ Százszor szép gyermekotthona 1 milliós támogatása mellett a bál bevételéből 100 000 forinttal tudták segíteni a marcali Gombai templom felújítását, a szintén helyi Nivomed úszó egyesületet, de 100 000 forintból megvalósulhat a város egykor jeles tanárának Gály József emlékkiállítása. 3 millió forintos pályázat segítségével számolnának fel Tolna Mözsön egy illegális szemétlerakót. Bár az engedély nélküli hulladék lerakása bűncselekmény, a helyek közül mégis vannak, akik évek óta ide hordanak minden hulladékot. Tolna megyében egyébként a rendőrségnek viszonylag sok munkát adnak a hasonló lerakatok. Évente több mint 60 ilyen eset miatt indult ugyanis nyomozás. Autógumik, műanyag hulladék és kidobott bútorok. Halmokban áll a veszélyes hulladék ennek a mözsi ároknak a partján. Nem csak itt, a hatalmas tér másik oldalán sem jobb a helyzet, ott főleg bezsákozott hulladékkal van tele az árok. Bár térfigyelő kamera is van, a helyiek közül mégis vannak, akik évek óta ide hordják a szemetüket. Az önkormányzat most egy 3 millió forintos pályázat segítségével számolná fel az áldatlan állapotot. A szemét ugyanis nem csak ronda és közegészségügyi szempontból aggasztó, de a környékbeli házakat is veszélyezteti. Ennek az ároknak egyébként szerepe van, hiszen ez egy vízzel vezető árok, ami ugye, hogyha tele van hulladékkal, akkor eltömíti és nem tudja a funkcióját teljesíteni, tehát gyakorlatilag nem tud a víz elfolyni benne. Az illegális hulladéklerakás bűncselekménynek számít, amiért alapesetben akár 3 év börtön is kiszabható, de ha veszélyes hulladékról van szó, akkor a büntetési tétel 5 év. Tavaly évben volt olyan eset, amikor úgy sikerült a rendőröknek az elkövető nyomára bukkanni, hogy az illegálisan kihelyezett hulladékok közé nem csak a szemetet, illetve a veszélyes hulladékot helyezte ki, hanem a saját maga által befizetett telefonszámlának a feladóvevényét, illetve a telefonszámlának a számláját is, amint természetesen azonosítható volt rögtön, hiszen a lakcíme is ott szerepelt a számlán. A rendőrségnek csak tavaly több mint 60 ilyen esetnél kellett Tolna megyében intézkednie. Magyarországon a termőterületek 2,3%-át öntözik. Ez a szám Európában megközelíti a 8%-ot. Tolna megye földterületei 2,6%-ban öntözöttek. A kormányzat és a Magyar Agrárgazdasági Kamara célkitűzése a termőterületek öntözhetőségének növelése. Ennek érdekében dolgozta ki új szabályokat. Magyarországon az összes földterület majd 2,5%-ában folyik öntözés. Tolna megyében is közel azonos ez a szám, a 214 000 hektárból 570 hektáron folyik öntözés. A kormányzat szándéka szerint emelni a mértéket, hiszen messze el van maradva a mezőgazdaság az európai, megközelítően 8%-os mértéktől. A víznek a hektikus időjárás miatt egyre jelentősebb szerepe lesz a jövő mezőgazdaságában, mondta vendég Edit, a Tolna megyei Agrárgazdasági Kamara elnöke. Vízügyi helyzettel ugye folyamatosan küzd már az Európai Uniónak nagyon-nagyon sok tagállama, és egy meghatározó szerep és meghatározó jelentősége van a mezőgazdaság vonatkozásában a jövő szempontjából, tehát mindenképpen készülnünk kell ezekre a hektikus, asztályos időszakokra. Csak nem 34 milliárd forint jut az eredményes működés támogató infrastruktúrális fejlesztésre, és 600 millió forintból az állami műveket és a mezőgazdasági földterületek közti közcélú vízilétesítményeket mérik majd fel.
A kamara felmérést végzett a gazdálkodók körében, melyből kiderült, csak nem 300 ezer hektár öntözésére jelentenek be új igényt. Csökkentik az engedélyezéssel járó adminisztratív és költségterheket, és a korábbi 5 évről 20 évre emelik majd az öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedély érvényességét. Hogyha fennállnak a jogszabályi feltételei a vízjogi engedély kiadásának, és az adott területen hosszú távra biztosított a megfelelő mennyiségű vagy nagyságú vízhozam, akkor a vízügyi hatóság az 5 évtől eltérően akár 20 évre is ki tudja most már adni a vízjogi engedélyt. A víz kérdésével a minap foglalkozott Szekszárváros Gazdasági Bizottsága. Kővári László, a bizottság elnöke azt mondta, különös figyelmet fordítanak a csapadékvíz gyűjtésének és hasznosításának lehetőségeire. Ennek érdekében a város vízgyűjtőhelyek kijelölését is tervezi. Most nézzük, mivel foglalkozunk a Pannon Krónika hátra levő részében. Pénzszállító autóval okozott halálos balesetet, másfél év letöltendőt kapott. Elkezdődtek a senejtezők a World Skills versenyre. Pécsen tartották a festők dél-dunántúli fordulóját. Mintegy 85 lakás egy havi hőigényét elégíti ki. Karácsonyfával fűt a hőerőmű. Május 26-án EP választás, tájékoztató a voksolás menetéről Pécsen. Másfél év letöltendő börtönbüntetést kapott az a férfi, aki 2016 nyarán egy pénzszállító autót vezetve halálos balesetet okozott Kakasd és Szekszárd között. A másik kocsiban egy 5 tagú család ült, a legkisebb gyermek a helyszínen meghalt, hárman pedig maradandó károsodást szenvedtek. Az ítélet nem jogerős, mert a vádlott enyhébb büntetésért fellebezett. Szinte teljesen szétnyílott a balesetet szenvedő személyautó első része. A tragikus kimenetelő ütközés 2016. augusztus 8-án a 6-os úton Kakasd és Szekszárd között történt. A fehér kocsiban egy 5 tagú család utazott. A gyerekek közül a legkisebb, egy 3 éves fiú a helyszínen meghalt. A balesetet okozó teherautót egy 51 éves férfi vezette. Ő könnyebb sérülésekkel úszta meg a hatalmas ütközést. Az elhunyt kisgyerek ülésmagasítóban ült, amit 3 pontos biztonsági övvel rögzítettek. Az ütközés olyan erős volt, hogy az orvos szakértő szerint azonnal kitörött a nyaka. A gyermek nem csak az egyes csigolya törése miatt szenvedte el a halált, hanem a mellkasi főverőér oly mértékben sérült a nagy erejű ütés következtében, hogy a halál elkerülhetetlen volt, még abban az esetben is, ha a gyermek egyébként nem az ülésmagasítóban ül, amely 3 pontos biztonsági rendszerrel van ellátva, hanem az egyébként korának megfelelő 5 pontos biztonsági gyermekülésben is. Az egész országot megrázó tragédia során a család másik 4 tagja is súlyosan megsérült. 3 közülük maradandó egészségkárosodást szenvedtek. Az ítélet meghozatalakor ezt is figyelembe vette a bíró. A Szekszárdi Járásbíróság halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt 1 év 6 hónap végrehajtandó fogházbüntetésre ítélte a vádlottat, és 3,5 évre eltiltotta a közúti járművek vezetésétől. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mert a vádlott nem fogadta azt el, felfüggesztett börtönbüntetésért fellebbezett. Leszakadt a plafon, megrepedtek a falak, így lakhatatlanná vált egy kaposvári idős asszony otthona. A csőtörés, amely a problémát okozta, a felső lakásban alakult ki. Az ott lakók azonban hónapok óta tudomást sem vettek erről. A súlyos cukorbeteg nő egyelőre ismerősöknél lakik. Segítségére az Európai Realitas Közhasznú Egyesület sietett. Akkor, amikor ez történt? Akkor pont itt ezen az ágyon, és arra ébredtem, hogy valami zúg, és mellettem fölugrottam, aláraktam a vödröt. Gábor Istvánné 30 éve él ebben a kaposvári kis lakásban. Jól ismerik a környéken, sokan szeretik. Most azonban nehéz helyzetbe került, december 28-án hatalmas robajra ébredt az idős asszony. Arra ébredtem, hogy itt zuhog a szobába a víz. Gyorsan kifutottam, aláraktam egy vödröt, hogy oda zuhogjon bele, és alig elugrottam, már szakadt is le a plafon. De egy évvel ezelőtt, pont így januárban, tehát 2018 januárjában, akkor meg a fürdőszobába folyt a fejemre a víz. Egy pillanaton múlt, hogy nem Rózsika nénire szakadt rá a közel 2 négyzetméteres plafonrész, nem csak az idős asszony lakását érte kár, a szomszéd konyháját is elöntötte a víz, a leázás miatt pedig szinte az összes fal penészessé vált.
A probléma az emeleten lakó családnál alakult ki, ahol már hónapok óta csőtörés miatt szivárog a víz, megcsináltatni azonban nem tudják. Az esettel kapcsolatban szerettük volna megkérdezni őket is, a szülők azonban nem tartózkodtak otthon. Az egyik legnagyobb dolog az az lenne, hogy ők helyreállítanák az ő lakásukban fennálló problémát. Rózsika néninek az Európai Realitás Közhasznú Egyesület próbál meg segíteni, mivel az asszony jelenleg nem tud otthonába visszamenni. Meg is kerestük az építési hatóságot, szerettük volna a nénit, hogyha megkaphat itt Kaposváron egy krízislakást. Az építési hatóság segítőkéz volt, kijött, megnézte az ingatlant, de mivel az ingatlan nem életveszélyes, ezért nem kaphatta meg a krízislakást, viszont baleset veszélyesnek minősítették, így hát nem tartózkodhat az ingatlanban. Az Egyesület szeretné újra lakhatóvá tenni a kislakást, ehhez kérnek most segítséget. Egy szakember kijönne megnézni az ingatlant, felmérni, hogy mibe kerülne és milyen anyagokra van szüksége a helyreállításhoz. Majd szeretnék egy olyan gondolat támad bennem, hogy az önkormányzatokat megkeresném, illetve nem csak Kaposvárt, a környező települések önkormányzatát is. Ha van a közmunkásaik között olyan szakember, akkor onnét várnánk segítséget. Rózsika néni jelenleg ismerősöknél lakik, ez azonban csak átmeneti lehetőség a cukorbeteg asszony számára. Aki segíteni szeretne, az az alábbi bankszámlaszámra utalva tudja ezt megtenni. Ködbért fizetett a pécsi önkormányzat azzal a céggel, amelyik a városi e-bringa rendszer kialakításának első szakaszának megépítésére vállalkozott. A társaságnak 7 töltőállomást kellett volna megépítenie tavaly nyárig, azonban ezt nem tette meg. Ezért a közgyűlési döntés értelmében most közel 11 millió forintot kell fizetnie. Az e-bringa rendszer kialakításáról azért nem mondott le a város, május végén kell elindulnia ennek a szolgáltatásnak az új határidők szerint. Ezek azok a dokkolók, amik a pécsi e-bringa rendszer részeiként töltik majd az elektromos kétkerekűeket. Azonban tavaly nyár helyett csak most januárban kezdték kiépíteni ezeket a városban. Az üggyel a csütörtöki közgyűlésen is foglalkoztak. Van egy régi terv a városnak, hogy a Zsolnai negyed és Egyetemváros között, a város nyugati pontja között működne egy elektromos kerékpárrendszer, 7 darab állomással, ugye dokkolókkal, ahol 70 darab kerékpár közlekedne mindkét irányba. Vállalkozó egészen nem teljesített ezt a szolgáltatást. Múlt év január 5-én kötöttek szerződést a nyertes céggel, hogy kialakítja a 7 töltőállomást a kerékpároknak. Ennek 2018. július 5-éig kellett volna megtörténnie. Azonban semmi nem valósult meg, így a pécsi önkormányzat most lépett. A delközbing a beruhálás folytatódni fog, viszont a vállalkozónak 11 millió forint kötbért kell fizetnie a város számára. Tehát vannak megoldások, de ettől az időmúlást ez nem oldja meg nyilvánvaló, tehát a helyzet ilyen módon nem könnyű. A döntés előtt a nyertes kivitelező céggel természetesen tárgyalt a város. Kiderült, hogy csak a júliusi határidő előtt 10 nappal kezdték el az engedélyeztetési folyamatokat, ami túl késő volt, hogy időre elkészüljenek a munkák. Ezért a város a megbízási összeg 10%-ának, mint kötbérnek a kivetését érvényesítette. Pakson, Paci néven hamarosan elektromos kerékpárhálózat kiépítésére kerül sor. Már meg is érkezett 2 elektromos kerékpár a paksi önkormányzathoz, melyet a hivatal dolgozói tesztelnek munkaidőben. Itt van a digitális kijelző, amiről beszéltem. Az új elektromos kerékpárokat mutatja a sajtóképviselőinek Szabó Péter polgármester. 2 érkezett egyenlőre, melyet a paksi hivatal dolgozói tesztelnek munkaidőben. Használatuk igen egyszerű, elektromos rásegítéssel hajthatók. Ezek a kerékpárok egyébként olyan 25-30 km per óra a maximális sebességük, és körülbelül 80 km tudnak megtenni egy egyszeri feltöltéssel. Digitális kijelzővel is rendelkeznek, amely mutatja a sebességet, a töltöttségi szintet, és hogy még hány kilométert tudnak megtenni vele. A paksi lakosok ingyen használhatják majd ezeket a kerékpárokat, ha letöltenek egy mobil applikációt a telefonjukra. A Duna Hotel melletti parkolóban egy kombinált elektromos töltő már kiépítésre került, mely elektromos autók és elektromos kerékpárok egyidejű töltését teszi lehetővé. A tervek szerint a töltőállomásra 5 elektromos kerékpár kerül kihelyezésre hamarosan. A város több központi helyén is lesznek elektromos töltőállomások. Pakson Paci névre keresztelték az elektromos kerékpárhálózatot, melynek kiépítése folyamatban van.
Ezzel a fenntartható városi közlekedést próbálják népszerűsíteni az atomvárosban. Elkezdődtek a dél-dunántúli selejtezők a festő-díszítő-festő szakmában csütörtökön Pécsett. A legjobbak a februári országos döntőre, majd nemzetközi versenyre utazhatnak Oroszországba. A szakmák a szakképzés csúcsát szimbolizáló, a szakmák olimpiájaként ismert WorldSkills versenyek rendszere több mint 60 éves múltra tekint vissza. A következő WorldSkills versenyre 2019-ben Kazanban, Oroszországban fog sor kerülni. A fal felületre kerülő ábrákat szerkesztik a festő-díszfestő szakmában tanulók a Pécsi Szakképzési Centrum Pollák Mihály szakgimnáziumában csütörtök délelőtt. Itt tartották a dél-dunántúli regionális selejtezőt azoknak, akik szeretnének kijutni a World Skills versenyekre, vagyis a szakmák olimpiájára. 16 fiatal méri össze most a tudását egy előre meghatározott feladatsorra, és ennek a válogató versenynek lesz majd egy országos döntője február elején, ahol kiválasztjuk azt, aki felkészül majd erre a világversenyre. Ami 2019-ben Kazányban, Oroszországban lesz megrendezve. A verseny hossza 4 nap, ebből a nettó versenyidő 15 és 22 óra közé esik. A megmérettetés 5 modulból áll, amiből átvesznek a selejtezőre is. A válogatókon általában egy vagy két modul szoktunk vinni. A két modul az a színkeverés, szerkesztés, kifestés, precíziós festés. Ez ami a legfontosabb és a legjobb pontértékű feladat. Úgyhogy ezeket a feladatokat előre már megírjuk, és ezeket akik jelentkeznek, megkapják, erre fel tudnak készülni. És van 4 órájuk arra, hogy itt ezt visszaadják, illetve ebből a legjobbat ki tudják hozni, és ez alapján választjuk ki a döntősöket. Budapesten a döntőben a tapétázásból, ragasztásból is kapnak feladatot. Végül a legjobb utazhat majd Oroszországba. Mintegy 50 millió forintos berendezés segíti a PTE klinikai központ munkáját. Az Európai Uniós forrásból egy fizikai és szellemi képességvizsgáló gép került a foglalkozás egészségügyi központba. Ezzel többek között a szorító vagy csuklóerőt, de a monotónia tűrést és a hiba százalékot is mérhetik a szakemberek. Az átadó ünnepségen elhangzott, a felmért adatokat a munkavilágában is hasznosíthatják. Érkezik egy visszaszámlálás, és a visszaszámlálás után akkor kezdődik a gyakorlat. Az új munkaszimulátorgépet üzemelték be a PTE klinikai központjában. A berendezés teljes egészében magyar tervezésű és gyártású. A gép olyan fizikai és szellemi paraméterek mérésére alkalmas, melyeket eddig csak becsülni tudtak a szakemberek. Ilyenek például a különféle dinamikus és statikus erőkifejtés, különféle pozitúrákban, a finomechanikai mozgások, mint szorítóerő, csuklóerő, illetőleg különféle tapintással elvégzendő feladatok, szemkontroll vagy látás kontrollja nélküli, vagy kontroll nélküli felismerés a különféle formájú kis cél testecskéknek. A három panelből álló eszköz továbbá monotónia tűrést, illetve hiba százalékot is képes mérni. Ezek fontosak lehetnek egyes iparterületeken, mint például a szalagmunka, tette hozzá a vezető főorvos. Az átadó ünnepségen Vitályos Eszter azt mondta, nem csak az egyetem, hanem az egész ország számára fontos ez a beruházás. A fejlesztés politikáért felelős államtitkár kiemelte, a kormány célja az egyetemi hallgatók versenyképességének nagyfokú támogatása, valamint a kutatói utánpótlás megerősítése. Ennek megfelelően 2019-ben további fejlesztések várhatóak az iskolákban és az egyetemeken is egyaránt. A tavalyi évhez képest idén 18 milliárd forinttal, 2010-hez képest pedig 606 milliárd forinttal többet fordítunk az oktatásra. A most megvalósult fejlesztés célja, hogy a szakemberek a felmért adatok alapján olyan ajánlásokat dolgozzanak ki, melyek hasznosíthatók a munkavilágában. Ezzel leginkább az időskorú dolgozók munkakörülményeinek jobb átételében segíthetnek, hangzott el az eseményen. Rövid reklám után folytatjuk a Pannon krónikát. De
teljes körű szolgáltatás a villanyszerelésben és a hálózatépítésben? Akkor Electroid Kft. Mi megtervezzük, kivitelezzük, felülvizsgáljuk, vagy akár a villanyszerelési beruházás lebonyolítását is vállaljuk. Üzletünkben több mint 20 ezer termékkel várjuk. Lámpák, csillárok, ledes fényforrások 20-25 ezer óra üzemidővel. Háztartási kisgépek, ventilátorok széles kínálatban. Klímák, napelemek akár a tervezéstől a kivitelezésig. Intézmények, önkormányzatok és ipari létesítmények teljes körű kiszolgálását is vállaljuk. Péntekenként 10, a hónap utolsó péntekén pedig 15% kedvezménnyel várjuk. Electroid Kft. Minden, ami villanyszerelés. A Matt Marquez megint jól kitalálta, segítünk szépíteni és megvédeni kertjét, ingatlanját és pénztárcáját is. Kerítéstáblák, oszlopok, komplett kerítésrendszerek telepítéssel is, hullámrácsok táblában vagy méretre gyártva galambriasztó rendszerek. Ha a dizájn is fontos, válaszol perforált vagy expandált lemezt kerítés és kapuelemnek. A biztos védelemről a penge éles NATO drótok, szöges drótok, drótvonatok és vadhálók gondoskodnak. Matt Mark a fémipar specialistája. Szekszárd, Pollák utca 92 a felüljárónál, telefon 74-es körzet 512-678, www.metmar.hu. Mintegy 85 távfűtéses lakás egy havi hőigényét elégíti ki, az a fa mennyiség, melyet a karácsonyfajára gyűjt össze Pécsen. A növényeket a Pannon hőerőműben dolgozzák fel. A gyantatartalom miatt fa aprítékkal keverik az anyagot, ezután alkalmazható a fűtési rendszerben. Még mindig hevernek fenyőfák a pécsi szeméttárolók mellett. A karácsonyfajárat január 31-éig gyűjti be a növényeket, melyeket a Pannon hőerőműbe szállítanak. Már most rengeteg fa hever az üzem területén. A pécsi erőműben, mert a Veolia társaság csoporthoz tartozik, a Biocom pécsi hulladékgazdálkodó szállítja ide a karácsonyfákat, melyek az ünnep után feleslegesé váltak. Ezek körülbelül 40 tonnás értéket nyomnak. A feldolgozás javában zajlik. A fa mennyiségétől függően naponta átlagosan 1400 tonna anyagot aprítanak fel a hőerőműben. A növényekből ezután fűtőanyag lesz. A karácsonyfákat először felaprítjuk, és összekeverjük a fa aprítékunkkal, mert a gyantatartalom miatt nem lehet teljes 100%-os tüzelésben ezt felhasználni. Összességében a beérkezett karácsonyfák mintegy 85 lakás, távfűtéses lakásnak az egyhavi hőigényét elégítik ki. Érdekesség, hogy az országban mintegy 2 millió karácsony falandol a szemét mellett minden évben. Ebből akár 10 millió lakás fűtését lehetne biztosítani, tette hozzá a vezérigazgató. Az idei európai választások fontosságára hívták fel a figyelmet Pécsen. A rendezvényen többek között a szavazás menetéről, szabályairól és a választási kampányról tartottak bemutatót. A szervezők szeretnék, ha minél több érdeklődőhöz eljutnának a fontos információk. Ezek a felvételek Brüsszelben készültek egy európai parlamenti plenáris ülésen. Idén fontos esemény előtt áll a testület, hiszen május 23-a és 26-a között választhatják meg a tagállamok képviselőiket. A szavazás fontosságáról, valamint a voksolás menetéről és szabályairól tartottak tájékoztatót Pécsett. A szervezők szeretnék, ha minél több érdeklődőhöz eljutnának ezek az információk. És ennek a mai rendezvénynek célja itt Pécsen az, hogy a sajtó munkatársaival egy kicsit arról beszélgessünk, hogy mi várható az európai parlamenti választásokkal kapcsolatban, mi a menetrendje az európai parlamentnek a választásokkal kapcsolatban. Az eseményen különböző felmérések adatai mutatták, hogy Magyarországon messze a legmagasabb arányban tudják a válaszadók, hogy pontosan mikor lesz európai választás. Ez idén május 26-a vasárnap. Az előadásban kiemelték, a kutatások szerint hazánkban többnyire pozitív véleményt alkotnak az unióról. Emellett egy új kampánymódszert is bemutattak a szervezők. A szavaznifogok.eu kampányunk, amely egy önkéntes mozgalomra épülő
az állampolgárokat bevonni kívánó intézményi tájékoztató kampány. Erre várunk majd minél több önkéntest és minél több regisztrálóta, szavazni fogok pont.eu weboldalunkon is. A kampány célja, hogy felhívják a figyelmet a választások fontosságára. Ennek érdekében önkéntesek videóüzenetben szólítják meg a választókat a közösségi médiában. A felmérések szerint egyébként a legtöbb tagállamban a migráció kérdését tartják elsődleges vitatémának az Európai Parlamentben. Egyre több balatoni kikötőben hagyják télen is vízen a vitorlásokat a tulajdonosok, így egyrészt nincsenek korlátozva abban, hogy csak tavasztól őszig hódolhassanak szenvedélyüknek, másrészt spórolni is tudnak. Balaton Lellén évek óta megoldotta a hajók vízentárolása. Búvárszivattyúk gondoskodnak arról, hogy a legnagyobb hidegben se fagyjon be a kikötő vize. A folyamatos keringetés megakadályozza a jegesedést, így a tulajdonosok biztonságban tudhatják hajóikat, és bármikor ki is vitorlázhatnak, ha nincs összefüggő jég a Balatonon. Sokan élnek is a lehetőséggel Balaton Lellén. Nincs tömeg, mondjuk a kikötők nagy része zárva van, de hát attól ugyanúgy nagyon szuper jól lehet vitorlázni. A kikötőben jelenleg több mint 100 vitorlás telel a vízen, és mindegyik dokban van keringető szivattyú. Ez a megoldás több szempontból is előnyös a tulajdonosoknak, például, hogy nem jár plusz költségekkel. Ez az olcsóbbik megoldás, hiszen ez nálunk benne van a kikötő használati díjban. Ha valaki parton szeretne vagy hangárban tárolni, az jelentős pluszköltséget okoz neki. Rosta István vehette át idén a Kaposvár díszpolgára címet. Az egyetemi tanárként is tevékenykedő tudós, magas szintű, példaértékű, több évtizedes szakmai és közéleti tevékenységével vívta ki az elismerést. A megyeszékhelyen tartott ünnepségen az év sportolója, a Pro Urbe és a Kaposvár szolgálatáért díjakat is átadták. Egy olyan városban, mely fejlődésének kezdetleges stádiumában azon a ponton áll, hogy a helyes fejlődés alapját örök időkre szólólag lerakja, nagy és nehéz feladatok állnak a polgármester és mindama tényezők előtt, melyek a város ügyeit intézni vannak hivatva, mégis azt hiszem, hogy a feladat nehézségei is legyőzhetőek lesznek egyetértéssel, jó akarattal és tiszta kezűséggel. Németh Istvántól, Kaposvár egykori polgármesterétől idézett Szita Károly beszédében a Szivárvány kultúrpalotában tartott ünnepi közgyűlésen. A megyeszékhely első embere kiemelte, a város büszke a múltjára, és azokra az itt élő emberekre is, akik sokat tesznek a kultúra, a sport és a gazdaság fejlődéséért. Az idei ünnepi közgyűlésen magas szintű, példaértékű, több évtizedes szakmai és közéleti tevékenységéért Kaposvár város díszpolgára címet vehetett át Rosta István. Az egyetemi tanárként is tevékenykedő professzor egész életét a tudománynak szentelte. Nagyon jól esik az a családi kötődéseken túl természetesen, hogy megtaláltam a tudománytörténetben azt a disziplinát, amiben egyensúlyban vannak a reáltudományok és a humántudományok. Mindig is kettős érdeklődésű voltam. Matematika, fizika iránt, de úgy a magyar és a történelem iránt is. És ebben a tudománytörténeti munkásságban, a tudósi életutakban találtam meg a kettőnek az együttélését, a reáltudományoknak és a humántudományoknak az összefüggését. A város elismerte a kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolókat is, így többek között Halmai Petra úszó és Boros Bence, a Kaposvári Judo Klub versenyzője is átvehette az év sportolója díjat. Emellett négyen, közöttük pedagógusok és a Kaposvári rendőrkapitányság vehettek át Pro Urbe kitüntetést. Kaposvár szolgálatáért díjjal tüntették ki többek között Török Emőkét, aki már hosszú évtizedek óta kézzel készített babáival öregbíti a megyeszékhely hírnevét. Mint mondja, a munkája egyben a hobbija is. Óriási boldogság van, nem gondoltam volna, hogy az én munkámért is adnak kitüntetést, és hát megerősít abban, hogy minél több szebb babát készítsünk, akár tanfolyamon, akár gyerekeknek. Az eseményen elhangzott, fontos megbecsülni azokat, akik tesznek a megyéért. Kézműves termékek, mesekönyvek, kulturális program. A Magyar Kultúra napját ünnepelték Kárászon. A baranyai településen fontosnak tartják, hogy minden évben megszervezzék ezt a rendezvényt. A résztvevők a falu történetével és a helyi termékekkel is megismerkedhettek a programon.
A Magyar Kultúra Napját ünnepelték Kárászon. A baranyai településen hagyományosan minden évben megrendezik ezt az eseményt. Az idei alkalomra helyi lakosok érkeztek. Mindig hétvége előtt szoktuk megtartani, mert azt reméljük, hogy akkor többen fognak a településről érkezni. Itt a faluban igyekszünk minden nagyobb nemzeti ünnepet megtartani, megemlékezni róla, de nem csak erről szól a kultúra nálunk. A rendezvényen ugyanis helyi kézműves termékekkel is megismerkedhettek a látogatók, emellett különleges könyvekkel is készültek a szervezők. Császár Levente baranyai települések történeteit foglalta mesékbe. Az író szerint fontos, hogy az emberek megismerjék saját falujuk, városuk történetét. Mindig szerettem a meséket. A gyerekkori mesevilág megmaradt, valószínű az átjött most felnőtt korra is, és én egy ilyen kis mesevilágban létezem, tehát tulajdonképpen csak a saját kis világomat kell papírra vetni. A rendezvényen a Közkincsgála decemberi műsorát is láthatták a résztvevők. A Völgységi Dalkörrel a Vendelbetyár történetét dolgoztuk fel, ami egy környékbeli legenda és hagyományos dolog, néptalokkal, szöveges részekkel. A szervezők szerint fontos, hogy minden évben megünnepeljék a Magyar Kultúra Napját, nem csak a nagyobb városokban, hanem az olyan kisebb településeken is, mint Kárász. Mohácsról legtöbbünknek a busójárás jut eszébe, de az ott élők mindegyike igyekszik megőrizni és ápolni saját tradícióit, szokásait. A Mohácsi Német Önkormányzat szervezésében svámbát rendeztek hétvégén, a farsangi mulatságot kulturális műsor színesítette. A Mohácsi Német Önkormányzat segíti a közösség kulturális életének fellendítését, a Németház működését svábszoba és udvar kialakításával, interaktív népismereti órákkal, könyvtárral, valamint népzene és néptáncoktatással. A svábbál visszatérő rendezvényük, melyet a helyi önkormányzat is támogat. Ma estére a Villányi Nemzetiségi Néptáncsoportot hívtuk meg, és hagyományosan az Ingendek Fele kórus énekel. Az Ingendek Fele kórus egyike az itt Mohácson működő nemzetiségi egyesületeknek, és ők hagyományosan minden svábbálban fellépnek. Egyébként több egyesületünk is van itt Mohácson, rajtuk kívül még a Mohácsi Németek Egyesülete, illetve Mohácson túl eljutott talán már a híre a Mohács Nemzetiségi Néptánc Együttesnek, ami egy kuriózum tulajdonképpen, hiszen ők nem csak sváb, hanem horvát és magyar táncokat is táncolnak. A Mohácsi Német Önkormányzat törekszik arra, hogy a fiatalokat minél nagyobb arányban bevonják a programokba és a szervezésbe. Az önkormányzat feladatának tartja azt is, hogy olyan csoportokkal, civil szervezetekkel létesítsenek kapcsolatot, melyek hagyományőrző tevékenységet folytatnak. A Villányi Nemzetiségi Táncsoport vagyunk, és 94-ben alakult az egyesület. Akkor még nagyon kis számban léptünk föl, és alapítottakként, még nagyon piciként szerepeltem az egyesületben. Mai napság viszont most már 12 éve lassan, mint ifjúsági tánccsoport vagyunk jelen. Főleg itt Baranyában és a környéken szoktunk táncolni, de külföldre is hívtak már minket. A Mohácsi Német Nemzetiségi Házban a fiataloknak ingyenes harmonika oktatást is biztosítanak. Működik egy óvodás tánccsoport, de minden nap vannak egyesületi foglalkozások. Az interaktív kiállításon pedig az eredeti sváb bútorok mellett a rendeltetésszerű díszítő és használati eszközök is láthatók. Ennyi volt már a Pannon Krónika, köszönjük figyelmüket! Legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor jelentkezünk. Viszontlátásra!